Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tragédia lett a szabálytalankodás vége, egykerekezve előzgetett a motoros, belehalt. Szent Anna búcsú, szabadtéri oltárt emeltek civilek Dombóvár szőlőhegyen. Gyógyító rózsa, a százlevelű rózsát ünnepelték Nakon. 45. Aliszkabau Gemenci nagydíj, mindkét napon magyar győzelem született. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Halálos közlekedési baleset történt vasárnap délelőtt Zomba belterületén. Egy gyorsasági motor sofőrje a település határában található benzinkút hirdető táblájának csapódott. A 49 éves szekszárdi férfi azonnal a helyszínen meghalt. Az ütközés előtt súlyos közlekedési szabálytalanság sorozatot követett el, ez okozhatta a tragédiát. Zombán egy emelkedőn egy keréken előzött meg több járművet, melyet követően visszapróbált érni saját forgalmi sávjába, azonban elveszítette uralmát a járműve felett, és neki csapódott az úttest célén lévő reklámtáblának. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen nem tudták megmenteni az életét. Az eset körülményeit a Bonyhádi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti alosztályán vizsgálják. Szerdán 3 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a 95-ös benziné nem változik. Az emeléssel a gázolaj literje 399 forintra drágul. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt szerdán módosult. A 95-ös benzin ára akkor 6 forintos csökkenést követően 391 forintra, a gázolaj 4 forintos csökkenés után 396 forintra mérséklődött. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. 9 milliárd forint értékben újabb 4 pályázati felhívást tesz közzé a kormány a Magyar Falu programban. 2 pályázati felhívást egyházi és önkormányzati fenntartású temetők fejlesztésére írtak ki. Erre a célra 3 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Emellett szintén 3-3 milliárd forint értékben pályázhatnak települések, óvodaudvarok fejlesztésére, illetve közterület karbantartási eszközök beszerzésére. Az augusztusban induló 4 felhívásra az 5000 lélekszám alatti kis települések pályázatait várják, a temetők fejlesztése esetében pedig a helyi egyházközségek is pályázhatnak. A Magyar Falu program orvosi eszközbeszerzésre kiírt pályázatának pedig nyilvánosságra hozták az eredményeit. Itt 5 millió forintig lehetett támogatáshoz jutni, csak nem minden jelentkező nyert, a rendelkezésre álló keret szinte teljesen elégnek bizonyult. Az orvosi eszközök beszerzésére kiírt pályázaton a legtöbben bútorzat vásárlására nyertek támogatást. Emellett csaknem 1000 hordozható EKG készüléket és 300 defibrillátort szerezhetnek be a pályázók. 186 ingatlan épülhet vagy újulhat meg, és 900 darab nyomtatóval és internet hozzáféréssel felszerelt számítógép is érkezhet majd az 5000 fő alatti települések orvosi rendelőibe. Július 31-ig szankció nélkül bejelenthetik az üzemeltetők az adóhivatalnak azokat az automata berendezéseket, amelyek olyan terméket vagy szolgáltatást kínálnak, amelyért helyben fizetnek a vásárlók, működésükhöz nincs szükség kezelő személyzetre, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hangsúlyozzák, bejelenteni nem csak az élelmiszert árusító automaták adatait kell, a kötelezettség vonatkozik a szolgáltatástól és árucikktől függetlenül minden berendezés üzemeltetésére. Példaként említik a parkolóautomatákat, a személyzet nélküli automosó berendezéseket, a 100 forintos játékkiadógépeket, a legkülönfélébb árucikkeket kínáló automatákat is. A közleményben felidézik, az eredeti határidő június 30-a volt, az adóhivatal további egy hónapot hagyott az üzemeltetőknek, hogy az automaták adatait biztosan be tudják küldeni. Eddig az üzemeltetők már 9000 automatát regisztráltak. Augusztustól a be nem jelentett berendezések üzemeltetője mulasztási bírságra számíthat.
Nem változik a Tolna megyei közgyűlés létszáma, októberben ugyanúgy 15 képviselő kerül majd az új testületbe, ahogyan 5 évvel ezelőtt. Az országban 6 megyei közgyűlés létszáma változik meg az őszi önkormányzati választás után. A Pest megyeié egyel nő, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Jász-Nagykun, Szolnok és Somogy megye közgyűlésének létszáma viszont egyel csökken a lakosság számának változása miatt. A nem megyei jogú városban élők megyei önkormányzati képviselőket is választanak az október 13-ai önkormányzati választáson, az úgynevezett megyei listán. A vonatkozó törvény alapján a megyei közgyűlés tagjainak számát a választás évében a január 1-i lakosságszám alapján kell meghatározni. Szabadtéri oltárt építettek helyiek közösségi összefogással a Dombóvár szőlőhegyen található Szent Anna kápolna mellett. A terület több száz éve számít búcsújáró helynek, az ott élők pedig mindig is nagy gondot fordítottak a kegyhely rendben tartására és szebbétételére. Katolikus misével ünnepelték Szent Annát a róla elnevezett kápolna előtt összegyűltek Dombóvár szőlőhegyen. Ez a terület több száz éve számít búcsújáróhelynek. A legenda szerint az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, amint a lányát, Szűz Máriát mosdatta a vízben. Így aztán nagyon híres lett a Dombóvár szőlőhegyi kápolna és környéke, és ennek a hagyománynak köszönhetően épült fel a maga a kápolna is, majd pedig rendszeres misézőhelyé vált, és azon túl, hogy máskor is vannak itt szentmisék, minden évben így július végén Szent Anna, Szent Joakim és Anna az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepéhez kapcsolódva megtartjuk a búcsút. A búcsú részeként egy közösségi összefogással megépített szabadtéri oltárt is megáldott a helyi plébános. A kegyhelyet Dombóvár szőlőhegyen élők és környékbeli civilek, valamint adakozó vállalkozók építették. Az eredetie korábban a németországi Passauban volt látható, ám azt nem régen felgyújtották. Ahányszor elmentem el, akkor eszembe jutott a mi kis kápolnánk, így gond a szőlőhegyek, vagy a mi kis kápolnánk, hogy ezt meg kéne valósítani, ezt a nagyon szép kegyhelyet itt is. Lefényképeztem, és hát némi csúszással tervezethez, de megkerestem ismerősöket, barátokat, kik vennének ebben részt. Hát ahogyan láttátok, és hogy elhangzott is, nagyon sokan csatlakoztak ehhez. Az itt élők korábban már több lépésben végeztek hasonló fejlesztéseket a kápolna előtti területen, és az épületet is ők állították helyre közösségi munkával. Vízparti térségekben folytatódik a szúnyogírtás a következő napokban, bár az elmúlt hetekben csökkent azoknak a településeknek a száma, ahol központilag szervezett beavatkozásra volt szükség, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tervek szerint a héten a turisztikai szempontból kiemelten fontos helyek közül a nagyobb tavainknál, a Duna mentén Dunaföldvár, Paks és Szekszár térségében, továbbá a Dráva mentén végeznek beavatkozásokat. Tolna megyében összesen 20 településen, az említetteken túl Tamási és Simontornya környékén végeznek légiszúnyogírtást. Idén is megrendezték a Gyógyító Rózsa Fesztivált Nakon, sok program várta a vendégeket, összemérhették főzőtudásukat, énekes és táncos műsorok színesítették a rendezvényt. Szinte teljesen megtelt a sátor Szandi koncertje alatt a Naki Gyógyító Rózsa Fesztiválon. A hagyomány szerint a településen ilyenkor adják át a község díszpolgára címet, amit idén posztumusz Tóth Lajos egykori állatorvos kapott. Személyesen is érintve voltam a kitüntetettel kapcsolatban, ugyanis nagyon sokat köszönhetek dr. Tóth Lajos Ernőnek, aki a településen több cikluson át képviselőtestületi tag volt, illetve állatorvosként látott el munkafeladatokat a községben, és a helyi termelőszövetkezetnek a vezetőségi tagjaként is településért dolgozott. A szervezők idén zumbával, sörivó és főzőversennyel készültek, és a gyerekekre is gondoltak. Ők pónikon lovagolhattak és légvárban játszhattak. A helyiek azt mondják, évről évre színvonalasabb a fesztivál, és örömmel látogatnak ki oda. Jók voltak, mindig több program van, mindig egész napos, szóval nem lehet azt mondani, hogy unatkozunk. A Naki Gyógyító Rózsa Fesztivál a nevét az itt termesztett különleges virágról kapta, a 100 levelű rózsa égési sérülések kezelésére alkalmas.
19. alkalommal rendezték meg a Völgységi Roma Napot Bonyhádon. A rendezvény szervezői idén is a roma kultúra és a gasztronómia népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt. A Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a rendezvénynek az a célja, hogy a különböző népcsoportok közelebbről is megismerjék egymás mindennapjait és szokásait. Vannak ugye a beások, vannak a lovárik, vannak a teknősök, vannak a rumunglók, mindenkinek, minden egyes népcsoportnak ugye más a szokása, más a tánca, más a muzsikája, és hát ez a fesztivál főként arról is szól, hogy egymás előtt bemutassák azt, hogy az ő csoportuk mit tud, mit tanult, mit hogyan kéne, milyen az öltözetük, hát az összefogás. Magyarul mondva az összefogás, tehát hogy próbálják összefogni magyarországi kultúrát. Hétvégén tartották Szekszárdon a 45. Aliszkabau Gemenc nagydíjat. A világbajnoki kvalifikációs országúti kerékpárverseny mindkét napján magyar győzelem született. Az első napi harc zomba kisdorog tevel kék Szekszárd 165 kilométeres etap, és a másnapi sárközi körözésekből és belvárosi dombvidéki kemény emelkedővel és veszélyes lejtmenetből álló 145 kilométeren sem sikerült olyan szökéseket végrehajtani az erre vállalkozó kerekeseknek, hogy Szekszárdra érkezvén ne érte volna őket utol a mező. Örvendetes módon a nagy tempójú versenyek végén új szint hozva ezzel a nagydíjak legújabb kori történetébe, a magyar élversenyzők domináltak mindkét szakaszon. Az elsőt a hegyspecialista Walter Attila nyerte. Rengeteget dolgoztak értem a srácok, kaptam a frissítőket, a kulacsokat, mentek a szökésre nekem, így nekem csak egy párszor kellett előhelyezkednem, tudtam pihenni a mezőnybe, a végén pedig bejött, amit terveztem, és sikerült ellépnem. A rutinos orosz, cseh és más nemzetiségű versenyzők nagy tempót diktáltak a második szakaszon, a négy sárközi körön, kellőképpen tapadtak az ellenfelekre a befejező hegyvidéki körözés során is a belvárosban, de újra magyar győzelem született Pelikán János a Pannon Cycling Team versenyzője révén, aki mögött az előző napi szakaszgyőztes Walter Attila jött be ezüstérmesként. A Kálváriára én eléggé gyorsan fel tudok azért menni, és most ezt kihasználtam itt a városi körözésben. Az utolsó előtti körben az emelkedő tetején akcióztam, és a lefelében síkon mentem egy időfutamszerűt, és aztán az emelkedőn is, ami kifért, és sikerült megnyernem, és nagyon örülök neki. Annak is persze lehet örülni, hogy az ex-szekszárdi ízlistekkel Zsolt, a 28. és a mezőny legfiatalabb tagja, a 18 éves, jelenlegi szekszárdi versenyző Schneider Sebestyén a 40. helyen tudott érkezni ebben a rangos mezőnyben. Aranyéremmel tért haza Kiszli Vanda a franciaországi maratoni kajakkenu EB-ről. A paksi sportolónő a szombati versenynapon Céllai Vörös Zsófia előtt ért be a célba. A háromnapos versenyprogram végére a hazai küldöttség összesen 23 aranyérmet szerzett. Ezzel torony magasan a legeredményesebb nemzeti válogatott lett a magyar. Regionális híreink következnek. Búzagyűjtőnap Sombereken, a Magyarok Kenyere programhoz érkeztek a felajánlások. Mintegy 650 programmal készülnek a szervezők, idén 12. alkalommal rendezik meg az Ördög Katlan Fesztivált. A búzáról szólt a péntek délelőtt Sombereken, itt a helyi mezőgazdasági szövetkezet cégénél gyűjtötték egybe azt a gabona mennyiséget, amit a Magyarok Kenyere programhoz ajánlottak fel a Baranya megyei gazdák. Ebből magyar gyermekeket segítő hazai és határon túli szervezeteket támogatnak a program szervezői. A búzáról, az aratásról énekel a Sombereki kórus a településen tartott megyei búzagyűjtőnapon. A helyi mezőgazdasági szövetkezet telephelyére hordták össze a baranyai gazdák felajánlásait a Magyarok Kenyere programhoz pénteken. Nagyon sok gazdálkodó csatlakozott idén is a Magyarok Kenyere programhoz. Örömmel jelentem, hogy a tavalyi mennyiséget már meghaladtuk. Az idén összesen idáig a mai napig
38,5 tonna adományfelajánlás érkezett a gazdálkodóktól. Ezt úgy is mondhatnám, hogy több ezer embernek a felajánlása. Baranya nagyon sok szövetkezet van még, és egyéni gazdálkodók. Ha most azt tudjuk, hogy egy szövetkezet felajánlása, akkor akár 100-150 ember is részt vesz abban a szövetkezetben. Őket egy ünnepséggel fogadták Sombereken. A magyarok kenyere egy igazi sikertörténet, amely az összefogás révén nyújt segítséget a rászorulóknak, mondja megyei kormány megbízott. Az egész magyarságot megmozgatja, határon innen és határon túl. Jó példája annak, hogy bemutassa, hogy bár sokan azt gondolják, hogy a magyarok nem összefogóak, nem együttműködőek, ez a program pont az ellenkezőjét mutatja, mert hogy igenis a magyarok jó célért össze tudnak fogni, a magyar gazdák meg tudták mutatni, és most már 9 éve megmutatják, hogy ahol van, azok tudják, hogy azoknak is kell abból adni, akiknek kevesebb jut. A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatják. Nem csupán a határokon innen, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence magyar lakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek az adományozóktól. A felajánlott kenyérgabona egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz. Mintegy 650 zenei, színházi, családi és irodalmi program várja a látogatókat 5 napon át az idei Ördögkatlan Fesztiválon. Július 30-a és augusztus 3-a között Nagyharsány, Kisharsány, Beremend és Villánykövesd ad otthont a rendezvénynek. A kiemelt programok mellett ingyenes műsorokkal, díszvendégekkel és különlegességekkel készülnek a szervezők. Mintegy 650 program várja a látogatókat idén a 12. Ördögkatlan Fesztiválon július 30-a és augusztus 3-a között. A helyszínek mint mindig Nagyharsány, Kisharsány, Beremend és Villánykövesd. A rendezvény részleteiről a szervezők és a meghívott művészek számoltak be a sajtó képviselőinek. Ezúttal is workshopokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és még sok más érdekességgel készültek. A K2 Színház már 10. éve vesz részt az Összművészeti Fesztiválon. Idén különleges előadásra készül a társulat. Hamvas Béla a Karnevál című regényét viszik színpadra. Ami egy elég meredek vállalkozás, már csak az anyag miatt is, mert borzalmasan érdekes, gyönyörű, érthetetlen és embert próbáló. Ráadásul maga az előadás is 8 órás lesz, tehát az egész, nem az egész karnevál, az sokkal hosszabb lenne, de végigmegyünk az egész történeten úgy, ahogyan azt mi meghúztuk és elképzeltük. A kiemelt rendezvények között szerepel továbbá Kodály Zoltán Hári János című műve, a Szegfővonulás és a Crazy Music elnevezésű program. Itt külföldi zenekarok szórakoztatják majd a közönséget. Közülük a Vombó együttes különlegességgel is készül, méghozzá miskolci mély szegénységben élő gyerekekkel. Ez a 25 gyerek vonatozik hozzánk, összedobták a pénzt adakozók, és ők ott nyaralnak nálunk, de föl is lépnek, és a Vombóval együtt fognak zenélni, és amit együtt jár, az pedig egy Cseh Tamás dal lesz, mert azért nagyon fontos, hogy Cseh Tamásról ne feledkezzünk meg, aki egyfelől védnökünk, másfelől ő nyitotta meg az első Ördögkatlan. Idén 10 éve, hogy a Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész elhunyt. Mint minden évben, idén is megemlékeznek Cseh Tamásról. Tiszteletére a fesztivál minden napján filmeket vetítenek róla egy szobában, de a zeneszerző dalai is felcsendülnek majd. A kiemelt programok mellett további rendezvények is várják a látogatókat. Egyre nagyobb teret hódít hazánkban a stand-up paddle, azaz a SUP. A deszkán nevezés eszközei ma már a legtöbb strandon kölcsönözhetők, így azok is élvezhetik ezt a vízisportot, akik nem szeretnének saját felszerelést vásárolni. Mindig térdel mászunk fel a deszkára, ebbe a pozícióba. Utána behelyezzük a talpunkat mindig megfelelő pozícióba, szépen fölnyomjuk a fenekünket, és szép lassan elkezdünk felállni. A szabdeszkázás helyes technikáját mutatja Alberta, fonyódi szabtréner. A deszkás evezés még Hawaii-ról indult el bő 60 évvel ezelőtt. Az ott élő szörfösök hullámok hiányában így tudtak hódolni kedvenc időtöltésüknek. Egy 5-6 éve lehet itt hazánkban ezt folytatni, tehát csinálni, és viszont annyiból nagyon jó fiatal korosztálynak is, hogy állóképesség, egyensúlyérzék, összes izomzat, tehát minden mozog, tehát nem úgy van, mint a kajaknál vagy a szörfnél, hogy csak állok fogom, ott is dolgozik minden izom, de mégse annyira intenzíven, mint a szapoknál, de viszont a kajakból is ülünk, és csak a felsőtest mozog, tehát így összeadva
ennél mozog minden, egyensúly. Most ezt a sportot, mivel annyira felkapott lett, tehát mindenki űzi a 6 éves kortól egész a 70 éves korig, mert volt nekem sok páciensem, akiket tanítottam, és mindenki, aki már ráérzett az egyensúlyra és ráállt, azt mondta, hogy ez egy olyan, mint a vízen a sétálás. Az evezős szapok könnyű felfújható deszkák, amelyek életkor és testsúly alapján vannak kategorizálva. De itt a Fonyódi nagy strandon még egy egyedülálló verziót is ki lehet próbálni, ez pedig a taposószáp. Ennek van egy speciális meghajtó része, amit mindig, amikor bevisszük a vízbe, és megvan egy bizonyos mélységünk, akkor helyezzük be, mert egy 40-45 centis hajtóműje van, amit úgy kell elképzelni, mint egy halnak a farkát, ahogy a taposás közben ez mozog. Ez a verzió könnyebben irányítható és stabilabb a pedáloknak és a kapaszkodónak köszönhetően, de ez is alaposan megdolgoztatja az izmokat. Kellő gyakorlattal a szapozás nem csak sport, hanem egyfajta relaxáció is. A nyílt víz, az égbolt és a Balaton halk muraja nyugtató hatással van a lélekre. Épp ezért egyre több helyen tartanak jógaórát is szápdeszkákon, vagy mennek vadregényes naplemente túrákra. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Tragédia lett a szabálytalankodás vége, egykerekezve előzgetett a motoros, belehalt. Szent Anna búcsú, szabadtéri oltárt emeltek civilek Dombóvár-Szőlőhegyen. Gyógyító rózsa, a 100 levelű rózsát ünnepelték Nakon. 45. Aliszkabau Gemenci nagydíj, mindkét napon magyar győzelem született. Kedden a nyaralók számára kedvez az időjárás, kifejezetten meleg lesz, sok napsütéssel, záporesőnek, zivatarnak egészen minimális az esélye, gyenge, mérsékelt északnyugati szél fúj majd. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, műsoraink tartalmát visszanézhetik honlapunkon vagy a Tolnatáj Televízió YouTube csatornáján, a Facebookon pedig további hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!